a centenáriumi hagyományőrző honvéd gyalogdandár évenként október második hétvégén szervez koszorúzást a marostori erőd bejáratához közeli komáromi 5-ös számú lovas tüzérezred első világháborúban elesett bajtársai emlékére állított emlékműnél. Az első világháborúban 600 ezer ló pusztult el a háború során. Ezek a csata során, és hát az éhezés, a fagyhalál, tehát tulajdonképpen a lovak ugyanúgy szenvedtek, mint az emberek. És az első világháborút követően, amikor emlékműállításra került a sor, akkor nem maradhattak ki azok a lovak se, amelyek akarva akaratlanul is néha a saját hátukon vitt katona életét mentették meg azzal, hogy az ő testével felfogta a lövedékeket, a golyókat. Október 16-án azokkal a katonalovas hagyományőrző egyesületekkel emlékeztek, akik a mai napig őrzik a világháborús katonalovak emlékét és hősiességét. Nagy örömükre közösségükhöz idén a Szőnyi Lovas Sport Egyesület képviselői is csatlakoztak. A jelenlévőket a centenáriumi hagyományőrző honvéd gyalogdandár vezetője, Babák László nyugállományú ezredes köszöntötte. Az ünnepi beszédet Kollár Csaba rendőr őrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Huszár díszszakasz parancsnoka mondta. De azok az emberek, azok a lovak, akik részt vettek ezekben a csatákban, ezekben a háborúkban, ezekben a kiképzésekben, azok mindenféleképpen megérdemlik azt, hogy legalább évente egyszer emlékezzünk rájuk. És ne felejtsük el, hogy maga a katonaló az egy dolog, de ahhoz, hogy a katonaló létrejöhessen, fenntartható legyen, ahhoz kellett egy hátország, a ménesek, az ott dolgozó emberek. És úgy gondolom, hogy akkor, amikor a katonalovak emlékművénél tiszteletünket róljuk le a katonalovaknak, akkor meg kell, hogy említsük azokat is, akik biztosították, hogy egyáltalán a katonaló, mint fogalom, illetve mint fizikailag megvalósuló ló létrejöhessen. Azok az emberek, akik ezekben a ménesekben dolgoztak, felnevelték ezeket a lovakat, tenyésztették ezeket a lovakat, kiképezték ezeket a lovakat, a szerszámokat készítették hozzájuk. Őrájuk is emlékezünk ezen a napon. 1999-ben a már nagyon leromlott állapotban lévő emlékművet az önkormányzat segítségével a Magyar Lovaskör állította helyre. 2017 óta vállalta el az emlékmű gondozását a centenáriumi hagyományőrző honvéd gyalogdandár. Az egyesület nevéből adódóan is az első világháború 100 éves évfordulójára alakult. Azokat az egyesületeket fogja össze, akik az első világháborús katonai hagyományőrzéssel foglalkoznak. A monarchia és az első világháború katonai hagyományára próbálunk emlékezni, annak az örökségét, a katonai örökségét próbáljuk megőrizni a ruháinkkal, fegyverzeteinkkel, viselkedésünkkel, és olyan rendezvényekre elmegyünk, ahova meghívnak bennünket, ez akár a Nemzeti Összetartozás napja, vagy a Hősök napja, hiszen a Hősök napját a két világháború között azt törvényben rögzítették, az mindig a mai gyermeknapra eső, május utolsó vasárnapja volt. Ekkor emlékeztek azokra a hősökre, hősi halottakra, akik Magyarország védelmébe estek el az első világháborúban. A komáromi 5-ös számú lovas tüzérezred első világháborúban elesett bajtársai emlékére állított emlékmű előtt koszorút helyezett el dr. Tóth Gergely őrnagy, a Honvédelmi Minisztérium katonai örökség főosztályának a munkatársa, Babák László nyugállományú ezredes, a Centenáriumi Hagyományőrző Egyesület elnöke, a Stépa Népi Hagyományőrző Egyesület, valamint a Szőnyi Lovas Sport Egyesület.